szeretettel köszöntök mindenkit a 2022-es M-Faktor fináléjában. Most nézzük vissza az idei év legjobb pillanatait. Te csináld a faxnit, mi bajod van? Ez hang. Várj a mikrofonba. Ez. A flex jobban szól. Ez nem hang, ez semmi, ezt felejtsük el. Nem. Csodálatos volt, ahogy betöltötted a teret, fantasztikus. Nem hiszem, hogy a harmadik évezredben ilyen színvonalú előadást egyáltalán valahol. Én tényleg meg se bírok szólalni, azóta se beszélek. Én Zsámbó Gyibitől szeretném a Bukott Diák című slágert elénekelni. Isten nyugosztott. Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kiálltam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bugott diák vagyok már rég. Nem bírom el a szenvedést. Bukott diák leszek, még élek. Ez nulla. Neked nulla? Majd megmutatom, hogy mi a nulla. Hát én megmutatom neked, mi a jó. És akkor most kérdezzük meg az utca emberét. Mit gondol, ki fogja megnyerni az idei évi M-faktort? Hát szerintem természetesen a Szabi. Hát az itt mutatott teljesítménye alapján sokkal jobb volt, mint történelem órákon. Legalább ez sikerüljön neki, ha már az érettségi nem. Mi is ebben reménykedünk. És a tanárnőnek mi a véleménye a Ferenc tanár úr produkciójáról? Ez igen, ez rettelés volt, és semmi bakit nem tapasztaltam Bak Ferenc tanár úrnak a produkciójába. Elnézegetném órákon keresztül. Akár csapkodések kavarognak a tanár úrban, Tamás produkciója után. Ugye Zsámbó Jimmy Bukott Diákok című alkotását ilyen rozogán előadni, ennyire eltéveszteni magát, a ritmust, a hang nem pocsék volt, komolyan jobb, hogy Zsámbó Jimmy ezt a király. Nem hallotta. Imádlak, Jimmy, bárhol is vagy. Köszönjük szépen! Mi a vélemény a diaprodukciójáról? A dia nagyon jó. Szerintem állati jó mozgása van, és ha még gyakorol egy kicsit, akkor a zene se fogja ennyire zavarni. Köszönjük szépen! És akkor most nézzük vissza, hogy kik voltak az idei év zsűri tagjai. Count on me like one, two.
Jöjjön az egyik finalistánk, Henézi Tamás! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb and the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Tamás, én ezt jegyzeteltem a papíromra. Kísértetiesen hasonlítasz a óvodáskori szerelmemre. Én erre a lapra nem írtam semmit, de ha írnék is, akkor is egy nagy nulla karika lenne. Egy nagy nulla karika. Nem értem, hogy gondoltad, hogy te egy ilyen nívós versenyen szerepelhetsz. Úgy gondolom, hogy még sokat kellene készülni. Nem értek egyet. Ha valamit méltányolnom kellene, az a bátorság, ami szerintem inkább merészség ebben az esetben. Úgyhogy én sajnos ezt nem tudom. Szerintem ilyen félénk kis kitalának nem szabad lenni. Bátran oda kell tenni magadat, megmutatni országnak, világnak, ez vagyok én. Ezt a színvonalat szeretnénk látni továbbiakban is a műsorban. Én mindenképpen kiemelném az outfitjét. Szerintem utánozhatatlan. Mindenképpen. És talán, ha legközelebb nem adnád önmagad, akkor nagyobb sikered lenne nálam. A másik finalistánk pedig Kerényi Szabolcs! Kerényi Szabolcsnak hívnak, 19 éves vagyok, Budapesten születtem a 8 kertben. Ennek ellenére végül is jogoknak vallom magam, hiszen általános iskolába is ide jártam. Nagyon szegény családból származom, 14 testvéremmel egy sátorban lakom. Mindig én kerek fel elsőként, hogy legyen tűzifa számunkra. Életemben az egyetlen gazdag dolog, az a táplálkozásom. Minden reggel elkészítem a napi 8 étkezésre elegendően múzsián, utána pedig a nap legfontosabb étkezése következik, majd megindulok a kedvenc tejemre a világon. Ez pedig a Percel. A Percel tanárait 2018. januárja óta boldogítom, hiszen annyira szeretem ezt a helyet, hogy 10 év után nulladikba mentem vissza, hogy 6 évig járhassak ide. Nagyon szeretem az osztályomat, sokszor szoktunk pókerezni, hogy majd a nyereményből a legjobb dolgot megvehessem a büfében, a kulcs szeretet. Azért szeretném megnyerni az X-faktort, hogy majd a nyereményből megvehessem a kétanos érettségimet, hiszen számomra a nyomorból nincs más kiút. Hiszem, hogy a tehetségem elvisz a céloim. Bibolgöld a felhőkből, de máshol is fejlesz a vétel, kényelmű sziget és szép, úgy sem látta ilyet ez a vétel. Kényelmű sziget és pacsok bőségviget. Ez marha jó, mint egy léghajó, ez marha jó, mert plusz, mint egy léghajó. Ez marha jó, mert plusz, mint egy léghajó. Hát nagyon köszönjük ezt a produkciót. Amit ki kell, hogy emeljek, az a közös tényező a tagokban. Szabi, ezt direkt meg csináltam.
fejlődünk, tovább léptünk, az általános iskolai szerelmem jelent meg előttem. Fantasztikus produkció, igazi M-faktor, gratulálok! Gabi, remélem egyet értesz. Szabi, ez hajrá, még nálam Szabi, is hajrá, egy Szabi. Négyes. Ez megütötte a szín. Még egyszer gratulálunk. Nem azért, mert eldöntöttük előre, hogy te fogsz nyerni, hanem mert tényleg a többiek úgy alulmúlták, ahogy ezt vártuk. És a győztes nem más, dobbergést kérek. Everyday I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash.